Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Tájkép magazin 15. évfolyamának 29. számát látják, Szent Gál, Herend és Bánd magazin műsorát. Elsőként nézzük mai kínálatunkat. Átfogó adatbázis készül pályázati forrásból Veszprém katolikus templomairól. Szemétszedés és gyalogösvény felújítás a viaduktnál az EKF csapatával. Gregorián koncert a Szent Margit templomban a Conspirito Fesztivál keretében. Primász Gábor Róbert vasárnapi prédikációja Herenden. Veszprém 33 római katolikus templomáról készíthet online adatbázist a Főegyházmegyei Levéltár. A pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés célja az ország különböző közgyűjteményeiben fellelhető források tudományos igényű feldolgozása és közzététele. Tudjuk, hogy a templom megszentelt terület, de a kultúrának is, meg a művészetnek is, sőt saját személyes történelmünknek is kitüntetett helyei ezek. És hogyha így gondolunk a veszprémi templomokra, akkor azt is tudjuk, hogy azok megismerése, vagy annak a gazdagságnak a bemutatása, ami kötődik ezekhez a templomokhoz, az mindenkit gazdagít. Nem csak azért, mert ezek építészeti alkotások, nem csak azért, mert az ott található műalkotások is megtekintésre érdemesek, hanem azért is, mert benne az ember személyes története újra indul, vagy a család története, hiszen akár keresztelőkre, esküvőkre, ünnepekre, vagy akár a gyász pillanataira gondolunk, ezek a megszentelt területek, ezek a kitüntetett helyek, ezek összekapcsolódnak a személyes történelmünkkel is. Ez a pályázat most lehetőséget ad arra, hogy egyrészt a múltját jobban megismerjük, a róluk készült dokumentációt kutathatóvá tesszük, illetve a jelenlegi állapotát is jól felmérjük, és azt is dokumentáljuk. Akár összevetve, mi változott, mi maradt, mi az, amit meg tudtunk őrizni, akár azt megnézni, hogy mennyi gazdagságunk van, hiszen nem biztos, hogy közismert ez. Adatbázisról van szó. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a pályázat megvalósításába bevont 33 templomnak mintegy 20 kritériumát tesszük föl ebbe az adatbázisba, illetve megpróbáljuk összegyűjteni azokat a veszprémi gyűjteményekben, közgyűjteményekben lévő dokumentációkat, fényképeket, ábrázolásokat, amik ezekre a templomokra vonatkoznak, illetve a Magyar Építészeti Múzeum műemléki dokumentációs központjának is az adattárát átvizsgáljuk ezzel kapcsolatban, és így hozunk létre egy olyan adatbázist, ami vélhetően nem csak nekünk lesz fontos az egyházmegyében dolgozóknak, illetve a levéltárban dolgozóknak, hanem mások is haszonnal fogják tudni ezeket forgatni. Távlati tervünk, hogy ebből az adatbázisból egy telefonos applikációt is készítsünk, és akkor 2023-ra az Európa Kulturális Fővárosa évére ez tényleg egy nagy közönség számára is használható adatbázis lesz. Akár úgy, hogy a várban sétálva az egyes templomokra rákeresve olyan információkhoz juthatnak az érdeklődők, amiket esetleg egy útikönyv nem tartalmazhat. A városban 33 templomot számoltunk össze, ebben olyan nagyméretű épületek is vannak, mint a mellettünk található Székesegyház, illetve a Szent Margit templom, de olyan kisméretű kápolnák is, mint az akár a mögöttem látható Gizella kápolna, illetve a Jutasi Szentkereszt kápolna. Vannak egészen régi építésűek, a Szent György kápolnáról 11. század elejéről vannak adataink, illetve hát a legutóbbi templomépítése a veszprémi csolnoki lakótelepen történt az 1990-es években. Tehát 1000 évet, illetve egészen nagy méretbeli különbségeket foglalnak, vagy jelentenek ezek a templomok számunkra. A megvalósításba a minél szélesebb közönség bevonása érdekében egyrészt a középiskolák, illetve az általános iskolák számára meghirdetünk majd ősszel egy rajzpályázatot, ahol olyan rajzokat várunk a templomokról, a templomok egyes motívumairól, amik felismerhetők, amik a gyerekek számára is jelentenek valamit, akár egy mise alkalmával megfogott egy részlet egy gyermeket, vagy akár egy oda járnak minden hétvégén. Illetve ezen kívül templomsétákat fogunk tartani, ebbe pedig a Túrajó Veszprémben ismert szervezetet vontuk be Raffai Csilla vezetésével, akik már most június folyamán meghirdetett és vállalt 12 sétából 8-at meg is tartanak szintén iskolás gyermekeknek.
Az ingyenesen elérhető adatbázis kialakítására nyert támogatást 2022. áprilisáig használhatja fel a levéltár. Az ezt követő majd egy év során lesz lehetőség az eredményekkel az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódni. Példamutató összefogással újult meg a veszprémi sintérárokban haladó gyalogos útvonal. Az endrődi lakótelepet a Sétpatak partjával összekötő ösvényben rejlő lehetőségekre a Honismereti Egyesület hívta fel a hasznosítás szintén régóta tervező önkormányzat figyelmét. A Madarak és Fák napján megtartott önkéntes napra pedig az LKF iroda kollégái és önkéntes csapata, a Ragyogók is csatlakoztak. There are times when it feels right to run away, run away. When you ask the same old questions every day, every day. Why do I set the stage? Why do I find my place on the pedestal? Engem nagyon nagy örömmel tölt el, hogy az önkormányzat is bele tud kapcsolni egy ilyen közösségi összefogásba, egy ilyen csapatmunkába, amit a Honismereti Egyesület kezdeményezett, csatlakozott hozzá az LKF nagyon nagy humán erőforrással, és az önkéntes csapatot mozgósítva bevontuk a helyi lakosokat, illetve a VKZRT, tehát a város egy kiemelt cége is nagyon nagy támogatást ad ehhez az egész projekthez. A harmad utcai kilátópont a legszebb kilátópont a városban, tehát biztos voltam benne, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Szintén árkot magát annyira nem ismertem, most egyre jobban fedezem föl én is, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt itt most meg tudjuk valósítani, hiszen egy nagyon szép túra útvonal, egy séta útvonal lehet majd, nem mellesleg a kavicsfogó állteknős tematikájával, tehát egy tanösvényt tudunk itt kialakítani. És hát egy ilyen vállalás attól igazán komoly, hogy ezt folytatni kell, nem elég idén eljönni. Ön is bizakodik abban, hogy ennek minden évben lesz folytatása? Hát legalábbis addig, amíg el nem készül, tehát remélem, hogy itt most nem áll meg, de tudom, hogy nem fog megállni, mert a szervezők nagyon aktívan mozgolódnak ez ügyben, és hát abban bízom, hogy azért itt egy-két éven belül tényleg át tudunk adni egy olyan sétaútvonalat, amit utána már csak karban tartani kell, ehhez az önkormányzat szeretne minden segítséget megadni, ami tőle telik. Nem titok, itt az önkéntesek között az Európa Kulturális Fővárosa Project sok kollégáját találhatjuk meg. Mi volt a cél, miért mozgósítottátok őket ide, és miben lehet hasznos mondjuk, vagy egy mintaprojekt ez, amit most megvalósul? Tulajdonképpen az egész programsorozat során a felelős magatartásnak a mutatása, tulajdonképpen a példamutatás az, ami nagyon fontos feladatunk. Úgyhogy ennek az apropójára jött létre a mai nap, amikor is Veszprémnek egy picike szeletét adjuk vissza újra a lakosságnak. Úgyhogy ez számunkra egy szuper csapatépítő alkalom, tehát mindenki végre megmozdul így a hosszú otthoni ülés után, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez talán nem munka. Itt a fenntarthatóság ugye a kulcs szó. Egyébként a projekt folyamán milyen területeken fogtok erre odafigyelni? Szeretnénk elérni azt, hogy az maga az egész 3 éves eseménysorozatnak a környezeti lábnyoma sokkal kisebb legyen, mint amekkora a jelenlegi szervezési rutin mellett. Úgyhogy mi ehhez tettünk vállalásokat, hogy mik azok a pontok, amiket tényleg nagyon fontosan szeretnénk betartani, mint például, hogy csökkentjük a hulladékot ott, ahol lehet, tehát vizsgáljuk azokat a kritikus pontokat, ahol be tudunk avatkozni annak érdekében, hogy kevesebb legyen a hulladék, vagy például az anyagbeszerzéseinket úgy választjuk meg tudatos szempontok mellett, hogy ne termeljünk, vagy ne gyártassunk bóvli dolgokat, tehát hogy a minőségi termékek kerüljenek előtérbe, ugye így is kapcsolódva a körforgásos gazdasághoz, és tulajdonképpen azt szeretnénk, hogyha a hozzánk kapcsolódó társprogramok is tudnák hozni ezeket a vállalásokat.
Mennyien keresnek egyébként benneteket ilyen vonatkozó kérdésekkel, vagy mennyire kell esetleg a programhoz csatlakozott településeket, rendezvényeket nektek a kínálatotokkal megkeresni? Tulajdonképpen nem mindig jutnak el addig a pontig, hogy keressenek bennünket, mert hogy mi megelőzzük őket. Ugyanis van egyfajta kritériumrendszerünk, ami le van írva a pályázati kiírásokban is, úgyhogy ők nagyon jól tudják, hogy ezeket be kell tartani, és hogy tőlünk mindenféle segítséget megkapnak ehhez. Azt mondtad, hogy itt most csapatépítés zajlik. Egyébként mire készül a csapat? Mennyire várható az, hogy sok feladat, sok munka lesz a nyár folyamán? Hát rendezvényekkel valószínűleg, hogy el leszünk azért így most már látva, tehát hogy ahogy így talán a jelenlegi helyzetet látjuk, úgyhogy több ilyen önkéntes akcióra inkább ősszel számíthatunk majd. Nem tagadom, hogy a munka is nagyon érdekel, de engem sokkal jobban érdekel ez a helyszín, nem tudom megállni, hogy ne ez legyen az első kérdésem. Mi ez a titokzatos kis helyszín, ami valami egészen csodás értéket rejt magával ezzel a boltíves átjáróval? Ez egy természetes vízlefolyója volt a Jeruzsálem-hegynek a Séd irányába, és ez egy teljesen elszigetelt hely volt, nem véletlen a Sintérdomb elnevezése. Tudnilik, ez egy olyan helyszín volt, ami a városhoz tartozott, de mégis egy teljesen elkülönített helye volt a városnak, mert hogy a sintérek korábban nem a mostani feladatot látták el, hanem a sintér feladat egy járulékos dolog volt, tudnilik, a hóhérnek a lakóhelye volt ez a sintérdombi terület. És nagyon érdekes, hogy a városnak szüksége volt rá, de mégis egy teljesen elszeparált részre telepítették ki, és vele együtt minden egyéb más funkciót is. Mert amikor a halálbüntetést eltörölték, akkor a szemétszedés és a sintér feladatokat kapta meg, és ide telepítették többek között a fertőtlenítőt, amely az első világháborúban hazajövő fertőzött katonák, spanyol nátháról mindenki hallott, vált nagyon-nagyon szükségessé. Tehát a fertőtlenítőt is ide telepítették, és a fertőző kórház is erre a területre került, mint egy elzárt terület, mert gondoljuk el, hogy 1938-ig, amíg nem építették meg a viaduktot, itt a semmibe léphetett le valaki, tehát egy teljesen elzárt zsák része volt ez Veszprémnek. Hát nem közlekedtek egyébként ezen a területen, ahol most ez a gyalogösvény épül? Nem, valóban, tehát csak az jött erre, akinek célja volt a sintérrel, a fertőző, vagy a fertőtlenítővel, vagy akár a fertőző kórházzal. A funkciója ennek a területnek akkor változott meg, amikor megtervezték a Szent István völgyhidat, a viaduktot, és ez a csodálatos kis alagút, ez tulajdonképpen a nagy hídnak egy kis csipárja, amely ezt a vízlefolyó nagy árkot átkötötte, és jóval előbb megépült, tudnilik az volt a funkciója, hogy át kellett vágni a hegyet, hogy megépíthessék a viaduktot, és a kő kitermelésére is alkalmassá kellett tenni. Itt a kőszállításra egyébként egy sínpárat hoztak létre, és még az egésznek még a különlegességét adja, hogy a mostani tűzoltóság helyén, az Émi helyén és az állategészségügyi állomás helyén volt a kőbányája Veszprémnek. Ami ugye egy fontos geológiai lelőhely, ráadásul egy földtörténeti lelőhely. És nagyon kevesen tudják, hogy még az 1940-es években is ott végződött az út, és ott körülbelül 10-15 mélységig lementek a kőbányászok. És valóban, tehát körülbelül úgy a mostani Émi előtti területen jelölte meg Lóczi Lajos, hogy itt találta meg a kavocsfogú álteknősnek a kövületét. Tehát ez is nagyon nagy ritkaság, hogy egy városban egy kőbányát rekultiválnak, és visszaállítják lakóterületté az egykori kibányászott kőbányának a helyét, és ezt is kevesen tudják,
hogy a tűzoltóság pont emiatt cölöpökön áll, mert az akkori építők tudták, hogy ez egy feltöltött hordaléktalaj, és megcsúszhatnak az épületek. Tehát ez egy nagyon-nagyon különleges dolog egyrészt, hogy itt a belvárosban van egy ilyen különleges védett útvonal, tudnilik. Nem véletlen, hogy a városi értéktárba is bekerült ez a helyi védettségű kődolomit, szikladolomit oldalnak, tehát a két oldal. Tudnilik itt gyönyörűen szemlélhető, még egyszer mondom, a belvárosban egy olyan különleges növény- és állatvilág, amely inkább csak azt mondhatni, hogy a Cuha völgyben látható, és aki itt elsétál, azért annak emlékképekben megjelenik az a gyönyörű bakonyi zöld környezet. Illetve van egy nagyon gyakorlati része is ennek, hogy ez az útvonal a legrövidebb összekötő kapocs a Jeruzsálemhegy és a Temetőhegy városrész között, tehát nagy rövidítővel tudja az itt közlekedő ezt a két városrészt összekötni. Mikor, hogyan jött egyébként az ötlet, hogy így civil szervezetként nekiállnak ennek a túraútvonalnak, gyalogösvénynek a karbantartásának? Ugye van egy sorozat, a Veszprémi Kaleidoszkóp, amely a Veszprém város részeinek a történetét dolgozza fel. A különlegessége az, hogy nem csak az szakirodalmat, levéltári forrásokat használja, hanem az itt lakóknak az emlékezetét is, illetve a családi fotóit. És ez így együtt, tehát az oral history, a levéltári források valami egészen más minőséget jelenítenek meg, és egészen a családok szintjéig mutatják be annak a település résznek a történetét. És amikor 2017-18-ban a Jeruzsálemhegy történetével foglalkoztunk, akkor szembesültünk azzal, hogy szinte mindenki emlegette a sintérárkot és a sintérdombot, mert hogy többek között az jeruzsálemhegyi asszonyok vízhiány miatt, itt alig van a Jeruzsálemhegyen egy normális kút, a Sédre vitték le ezen az útvonalon mosni a ruhákat. És mindig mondták, hogy bizony, még levinni csak hagyján, de már a vízes ruhát fölhozni bizony férfi segítségre volt szükség. És persze ez jó szánkozó terület is volt, és kocsikkal is jártak itt egykor. Most kiépül egyébként egy gyalogösvény, ami azért látom, hogy nem egy-egy napos munkát igényel, gondolom itt vissza kell majd járni, és szerencsére nagyon sok együttműködő van az önkormányzattól kezdve ugye a Városüzemeltetési Kft.-ig. Mi a további terv, mi a további folytatása ennek a gyalogösvénynek? Turistajelzés, információs táblák elhelyezését is tervezik? Igen, eredetileg egy tanösvény volt a tervünk, ami főleg a kavicsfogú álteknős és a tétisztenger élővilága, és persze az itt látható élővilágra hívná fel a figyelmet, de közben változott annyit, hogy ne tegyük ennyire kézzelfoghatóvá. Tehát úgy szeretnénk majd kiépíteni, hogy erőfeszítést tegyen az, aki itt jár, tehát hogy keresse meg, majd támpontokat adunk, de keresse meg azokat a különlegességeket, amire szeretnénk fölhívni a figyelmet. Nekünk ez egy óriási dolog, hogy az Európa Kulturális Fővárosa csapata és programja ilyen szinten, tehát tevőlegesen is felvállalja azokat a horizontális elveket, amit hirdet, tehát a fenntarthatóság, esélyegyenlőség, a zöld vonal nagyon erős, és ez szerintem egy különlegesen nagy gesztus, hogy nem csak az elvárás szintjén, nem csak a szlogenek szintjén, hanem tevőlegesen a munka szintjén is tesz azért, azokért az elvekért, amit meghirdetett. És persze ez egyben egy kiváló kapcsolatteremtés és összefogási lehetőség is. Nyilván ők is készülnek a 2023-as évre, és önök egyébként hogyan készülnek? Kifejezetten van valami tervük arra az évre? Természetesen többek között pont, tehát ez a zöld útvonal kialakítása. Nagyon szeretnénk például a buszmegállókat helytörténetesíteni, tehát a buszmegállóknak a hátsó üvegfelületén megjeleníteni annak a konkrét buszmegálló környékének a történetét, illetve felhívni arra a figyelmet, hogy ott, amikor várakozzunk, sok mindenre felfigyelhetnénk, lehet, hogy egy 10-15 méterrel arrébb, északra, délre vagy nyugatra, sok olyan érdekesség van, ami mellett elmegyünk,
és amiről nem tudunk, pedig itt lakunk, és ráadásul, ha ez több nyelven jelenik meg, akkor a Veszprémbe érkező idegeneknek sem csupán a vár lesz egy érdekes célpont, hanem a város különböző, nagyon izgalmas területe. Kedden este Veszprémben vette kezdetét a Conspirito Egyházzenei Fesztivál idei eseménysora. A három városban megrendezett és online is közvetített koncertsorozat megnyitójára az Árpádházi Szent Margit templomban került sor. A hangverseny vendégei Udvardi György érsek köszöntője után a Bécsi Zeneművészeti Egyetem Gregorián szkólájának műsorában gyönyörködhettek. Igazgató úr, a Filharmóniának hatalmas küldetése van, nagyon sok vállalása van, nagyon sok mindenkihez vitte már el a komoly zenét és az egyházi zenét. Nem tudom, hogy itt az elmúlt egy év folyamán milyen pozitív üzeneteket tudtak maguk számára megfogalmazni, milyen tapasztalatokat szereztek. Újdonság volt ez az időszak természetesen, mint mindenkinek számunkra is, és nehéz ezt kimondani, mindig gondolkodom rajta, hogy vajon mondhatom-e, szabad-e ebben az elmúlt évvel kapcsolatban a pozitív szót használni, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok pozitív érzés, visszajelzés kötődött ehhez az időszakhoz. Ugye ebben az időszakban kormány támogatást kaptunk arra, hogy streameljük a koncerteket, és ezt el is kezdtük a tavalyi év végén, és mint tudjuk, a klasszikus zenek közönsége főként az idősebb korosztályból kerül ki, akik nem annyira aktívak a social médiában, hogy így mondjam, ugye az interneten, sem megtekintésileg, sem reagálásilag. És azt kellett, hogy tapasztaljuk, hogy szép lassan elindult a nézettség is fölfelé, és egyre nagyobb számú komment jelent meg a programok kapcsán. És azt gondolom, hogy ez viszont, aki jártas ezeken a csatornákon, az tudja, hogy itt általában nem a kedves és szép dolgokat írják az emberek. És ezen a Filharmónia Magyarország koncertjei kapcsán viszont kizárólag ilyeneket kaptunk, hogy mennyire köszönik, mennyire hálásak, hogy mégis eljuthattak legalább ilyen módon koncertre, mennyire szépé tette a napját, vagy mennyire jól esett a lelkének. Tehát rengeteg szebbnél szebb kommentet kaptunk, amelyből egyébként össze is állítottunk egy kis csokrot, és ezt néha vetítjük a streamelt koncertjeink szünetében. Nagyon örülök számomra, hogy köszöntöttem a kedves részvevőket, és azokat, akik a közvetítések keresztül kapcsolódnak át. Nagy örülök, hogy egy nagyon nehéz időszak talán végén ismét van lehetőség arra, hogy találkozunk koncerteken is. Érsekatyával a tavalyi esztendőben aláírtunk egy együttműködési megállapodást a Veszprémi Érsekség és a Filharmónia Magyarország között, melynek keretében igyekszünk az egyházmegyében minél több felé megjelenni, akár orgonamuzsikával, akár ilyen jellegű programokkal, és már tervezzük az idei nyarat is, illetve az őszt, illetve a fölkészülést az EKF-re, a kultúrfővárosi évre, úgyhogy azt gondolom, hogy itt a régió bizton számíthat kitűnő muzsikára, akár az egyházzene, akár a klasszikus zene terén. Minden évben most már hagyományosan, úgy szoktam mondani, Veszprém mi bérletünk, az kiemelkedik az országos kínálatunkból, ami körülbelül 8 évvel ezelőtt került át a Hangvillába, és nagyszerű koncerteket hallgathatott a közönség, és nagy örömünkre teltházas az a bérlet, úgyhogy aki ott szeretne koncertet hallgatni, azt annak javaslom, hogy időben keresse a filharmonia.hu oldalon a programjainkat. Köszönöm.
lélekkel ennek a fesztiválnak is az üzenete, Conspirito. Milyen múltra tekint vissza ez a fesztivál, és hogyan aktualizálta most az idei évben a feladatát? Az egyházzenei fesztivál sorozat még pécsi bazilikai orgonaművész koromban indítottam el, és ez egy egészen kis szerény magyarországi lelkes egyházzenészek állították össze a programot, és 2013-ban, amikor a Filharmónia Magyarország vette át a fesztivál szervezését, akkortól sikerült meghívnunk világhírű előadókat, kórusokat, egyházi együtteseket, mint például a Sixtusi Kápolna kórusát, vagy a Monserrati Bencés apátság, oxfordi fiúkórust, és még sorolhatnám ezeket az együtteseket. És ekkor alakult ki az a koncepció, hogy 4 év alatt 4 keresztény egyház, 4 különböző keresztény egyház zenéjét mutatjuk be, a római katolikus, a görög katolikus, a református és az evangélikus egyházét, és ezt a koncepciót az idei évben egy keretbe helyezzük, jövőre egy új koncepció indul, és nagy öröm, hogy idén ezt a fesztivált újra dr. Udvardi György veszprémi érsek úr nyitja meg, aki 13-ban a Pécsit elindította. Koncerten majdnem teljesen az egyházi zene múltjáig nyúlunk vissza, hiszen hangszert nem fogunk hallani, csak az emberi hang szólal meg. Mondanám, hogy nem is majdnem, hanem teljesen az egyházi zene gyökereihez nyúlunk vissza, mert ugye egy bő évezreddel ezelőtt nemhogy szimfonikus zenekari muzsika nem volt, hanem még emberi énekhangon sem volt több szólamúság. És ebben az időben az emberek viszont nagyon mívesen énekelték egy szólamba az énekeket, ilyen volt a Gregorián. És valószínűleg arról sem tudnak sokan, hogy akkoriban még kotta se volt, mert 11-12. Században Arezzói Guido találja ki a 4-vonalrendszert, az 5-vonalrendszert. Tehát ezelőtt ebben az időszakban a szöveg fölé írtak különböző írásjeleket, görbevonalat, szögletes vonalt, amivel jelezték, hogy a dallam nagyobbat ugrik, vagy kisebbet, gyorsabban kell énekelni, vagy lassabban, és ezek alapján a szerzetes közösségek kiválóan énekelték a Gregorián dallamokat, és a szemiológia, amely egy nagyon fiatal tudomány, néhány évtizedes csak, ezt igyekszik ezeket a gyökereket fölkutatni. Fölfedezték, hogy azokban a kottákban, amiket beírtak a vonalrendszerbe, hibák vannak, hogy azok már nem azok, amit annak idején bő 1000 évvel ezelőtt kitaláltak, és ezeket rekonstruálja a szemiológia, és valami fantasztikus, szárnyaló Gregorián ének alakul ki ebből, amit ma este is hallhatunk ezen a koncerten, és a Gregorián dallamok között azért néhányszor megszólal az orgona, egy-egy improvizáció erejéig színesíti az ének szót és az elmélyülést ezen az estén. No.
tudhatunk egyébként a fellépő formációról? A fellépők a Bécsi Zeneakadémiának a Gregorián szkólája. Ők a világon az egyik legkiválóbb tolmácsolói ennek a műfajnak, ennek a muzsikának. A Karnagy a Gráci Zeneakadémián sajátította el a Gregorián vezénylés alapjait, ami egyébként látványban is nagyon izgalmas lesz. Tehát akik itt lesznek, vagy esetleg online később, ennek a streamnek nagyon fontos része az is, hogy bármikor megtekinthető. Nagyon izgalmas figyelni, hogy milyen varázslást végez a Karnagy, miközben énekelnek, ami természetesen nem varázslás, hanem mutatja a dallam irányát és gyorsaságát az énekeseknek, akik bár kevesen vannak, de épp ugyanolyan fontos, hogy egyszerre tegyék ezt az énekben a továbblépést. Thank you.
Érzed-e azt, hogy veled van az Isten? Prédikálta Primász Gábor Róbert múlt vasárnap Herenden. A folytatásban plébános úr igehirdetését hallgathatják meg. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus megjelent a 11-nek, és így szólt hozzájuk. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni. A nevemben ördögöket üznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétettett a mennybe, és helyet foglalt Isten jobbjának. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az ige hirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket. Ezek az evangélium igéi. Na, akkor csücseljünk le egy kicsit, és elmélkedjünk. És mindjárt az elején egy kicsit teológiailag, hogy tisztázzuk a mai napot, urunk, mennybe menetele, igazából nem ezen a napon történt, hiszen tudjuk az evangéliumokból, az írásokból, hogy húsvét után 40 nappal történt, az pedig az elmúlt csütörtök volt. Csak hát ugye az emberi okosság, az emberi butaság miatt, hát katolikus anyaszent egyházunk bölcsen úgy döntött, ahol nem tudják csütörtökön megünnepelni urunk mennybe menetelét, akkor a rákövetkező vasárnap üljék meg ezt az ünnepet. És tudjuk jól, hogy hát nálunk jött a kommunizmus, jött a liberalizmus, meg minden az ég adta világon, és hát nem nagyon volt szabad ugye csütörtökön ünnepelni húsvét utáni 40. napunkat. Pedig ez az úgynevezett áldozó csütörtök, amikor szerte a világban ezen a napon voltak az első áldozók, első áldozások, és az első áldozók úgy sorba álltak szépen. De nem baj, ünnepelhetjük ezt a szent 40 napot, és erőt kell belőle meríteni, ugyanúgy, ahogy a húsvét előtti 40 napból is erőt merítettünk, csak az egy kicsit más. Hiszen ott valamiről, valamikről lemondtunk, és készültünk ugye legnagyobb ünnepünkre, húsvétra, Jézus Krisztus feltámadására. És mennyire szerette az apostolokat az Isten, hogy nem hagyta magára őket, hanem feltámadása után 40 napon keresztül megjelent nekik, bátorította és tanította őket. A hitetlen Tamásnak külön tanúságot tett a mi urunk Jézus Krisztus. Aztán a szűzanya előtt, és most május van, amikor litániát mondunk a szűzanyának, ami urunk Jézus Krisztus édesanyját, hányféleképpen tudjuk megszólítani, hogy járjon közben értünk egyszülött fiánál. És ez a fiú az, aki erőt ad nekünk. Jövő héten majd pünkösdöt ünnepeljük az 50. nap húsvét után az egyház születését fogjuk ünnepelni. És olyan gyönyörűen leírja Szent Pál az efezusiakhoz írt leveléből, hogy mennyi mindent adott nekünk az Isten. Csak észre kell venni, hogy mennyi kincsünk van, mennyi ajándékot kaptunk. Persze sokszor azt hiszük, hogy valami nagy-nagy dologra kell gondolni, hiszen az evangéliumban ott van, hogy a nyelvek adománya, és még sok minden más. Nem erre kell gondolni. Amikor Jézus Krisztus megerősíti az apostolokat, akkor arra is rámutat, hogy miben vagy erős. Illő volna úgy megnézni az apostoloknak az életét, hogy melyik apostol hova ment, a földrész melyik részén térítette és hirdette az evangéliumot, mert erőt adott nekik az Úristen különböző ajándékokat. És nekünk így pünkösd előtt újra és újra át kell elmélkedni. Belegondoltál-e, hogy miben vagy jó? Nem hatalmas nagy dolgokra kell gondolni, hiszen van, aki nem tud eljönni a templomba, és otthon imádkozik hosszú órákat. Van, aki
együtt tud érezni a másikkal, és rögtön a segítségére siet. Van, aki nagyon türelmes, van, aki nagyon kedves, van, aki a betegekhez ért jobban, van, aki ehhez, van, aki ahhoz. Mindenkinek rá kell arra jönni, hogy milyen talentumot kapott az Istentől. És arra is rá kell jönnünk, hogy a gyerekeinket segíteni kell abban, hogy ők is felfedezzék, hogy miben jók. És elsősorban ezért kell sokszor megdicsérni a gyereket, hogyha jót tett. Belegondoltál-e, mint édesapa, hogy mennyire fölnéz rád a fiad, vagy édesanyaként felnéz rád a lányod, mennyire vágyódik a te szeretetedre, a te szavadra, hogy dicsérd meg, hogy mondd ki azt, hogy szereted, és akkor a gyerek elolvad, olyan okosabb lesz, bölcsebb lesz a gyerek, és még több jót akar majd tenni, és szép lassan rájön az a gyerek, hogy miben jó, miben erős. Hiszen jön majd jövő héten a nagy ünnepünk, Pünkösd, amikor megkapjuk a felnőttségnek a szentségét. A bérmálásra fogunk emlékezni, hogy illő volna erre tisztességesen felkészülni. Egy kicsit kitérőben, képzeljétek el, holnap lesz a zsidóknál a Pünkösd. Ők ugye az időt másképpen számolják, mint mi, mert mi ugye a nap alapján számoljuk az időt, ők meg a hold mozgása alapján számolják az időt. És egy kicsit előrébb vannak az időszámításban, ami 3600 valahánynál tartanak már, és ezért máskor van nekik a húsvét, és máskor van a pünköst. Mást ünnepelnek húsvétkor, és mást ünnepelnek pünköstkor, mint mi. Húsvétkor ők azt ünneplik, hogy kivonultak Egyiptomból, megszabadultak a rabságból. Pünköstkor, a húsvét utáni 5. napon pedig a törvényadást ünneplik, az úgynevezett Tóra adást. És olyan szép héber szó az, ami ez a pünkösdöt jelzi, hogy Sávuot. Holnap a zsidó férfiak elmennek a zsinagógákba, és azok a fiatalok is, akik már betöltötték a 13. esztendejüket, a férfiak között foglalhatnak helyet. A többi gyerek az asszonyok és a lányok között. És egy nagy ünnepség keretéből kiveszik a szekrényből a tórát, a tekercset. Biztos láttátok már a tévében, képeken, amikor így átölelnek egy nagy tekercset, nagyon szép díszes szövettel díszítve, burkolva. És aki épp fogja azt a tórát, a törvényt, az elkezd táncolni, és a körülötte lévő férfiak meg énekelnek, és ők is táncolnak. És adják egymásnak boldogan ezt a tekercset, és szimbolikusan az Úristennel táncolnak. Örülnek, hogy meg tudják tartani az Isten parancsait. Örülnek, hogy az Úristen velük van. Tudsz te pünkös közelében így ünnepelni? Tudsz-e a mennybe menetel ünnepén annak örülni, hogy te is ott vagy a 10 parancsolat alapján az Isten színe előtt? És gondolkodsz azon, hogy mit kaptál ajándékba? Hiszen ahogy az apostoloknak azt mondta az Úristen, hogy most már megerősödtetek, és nekem fel kell menni a mennybe, és el kell foglalni a helyemet atyám mellett, igaz, hogy elmegyek, de nem hagylak magatokra titeket. Mindig veletek leszek. Érzed-e azt, hogy veled van az Isten nap, mint nap? Az a zsidó, aki átöleli azt a tórát, azt éli át, hogy vele van az Isten. Amikor te bejössz ide a templomba, és a templom csendjében letérdelsz és imádkozol az Istenhez, ugyanazt érzed, hogy veled az Isten. Vár Jézus Krisztus ott az Atya jobbján fenn a mennyben, hiszen oda kaptuk a meghívást, és oda kell eljutnunk. Na, ilyenről szól, erről szól a mai ünnepünk, és adjunk hálát az Úristennek, hogy ahogy 40 napon keresztül erősítette és bátorította az apostolokat, nem hagyta magára őket,
hogy minket sem hagy életünk egyetlen egy napján sem magunkra. Amen. Kedves nézőink! Magazinunk végén megköszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak. Ne feledjék, korábbi összeállításainkat megtalálják a Szent Gál Televízió weboldalán és közösségi felületein. Tartsanak velünk, kövessenek minket! Önök a Tájkép magazin 15. évfolyamának 29. számát látták. További műsorainkhoz kellemes időtöltést kívánok. Viszontlátásra!